Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! A Kördzengés ünnepet sorozatunk mai adásában egy napjainkban különösen időszerű kérdéskörről lesz szó. Arról, hogy vajon honnan származik az állam, az államhatalom legitimitása, jogszerűsége. Mi a célja, mi a szerepe az állam intézményének a történelemben és Isten megváltás tervében. Aztán milyen legyen a keresztény ember viszonya az államhoz? Függe ez a viszony az adott államformától, attól, hogy éppen például szocializmusban, vagy kapitalizmusban, vagy más egyéb államformában élünk. Valamint függe az állam értékrendjétől. Ezek a kérdések, és hát régóta vitatott kérdések ezek. Sokféle vélekedés, Megfogalmazódott velük kapcsolatban, így szélsőségesek is. Például egyesek szerint az állam eleve valami rossz, valami káros dolog, minden hatalom tele van bűnökkel, korrupcióval, visszaélésekkel, és így tovább. Ez tehát így rossz. Ez az anarchisták vélekedése és ma pedig a liberálisoké. Mások ezzel szemben úgy vélik, hogy az államnak magának kellene kötelezővé tenni és ellenőrizni a keresztény erkölcsi elvek betartását. Hát ezek ugye szélsőségek. A keresztény ember és az állam a hatalom viszonyával kapcsolatos vitákban négy főbb modell alakult ki. Az első az erasztinianizmus. Ez a nevét egy bizonyos Erasztus nevű 16. századi svájci teológusról kapta. Ez szerint az állam, az az egyház felett áll, és joga, hogy kormányozza az egyházat. Egy másik modell a teokrácia, amelyben éppen ellenkezőleg a papi személyek, vagy pedig az isteninek tekintett uralkodók kormányozzák Isten nevében az államot, de alapvetően Isten nevében. A harmadik a Konstantinizmus, amelynek neve a kereszténységet tiltott vallásból megengedett vallássá tévő Konstantinus IV. századi római császár nevéből ered. Szóval ez szerint az állam különféle előnyöket biztosít az egyháznak, így bizonyos pénzadományokat, a papoknak adómentességet és mentességet a katonáskodás alól, és így tovább, amely egyház ezért cserébe támogatja az állam hatalmi törekvéseit. Tehát ez a három, és akkor a bibliai szemléletnek persze ezek közül egyik se felel meg. A Biblia szerint az a helyes dolog, hogy az állam és az egyház kölcsönösen ismerje fel és ismerje el, hogy az Istentől kapott küldetésük, a funkciójuk az különböző, mégpedig teljességgel különböző. Teljességgel. Ugyanis az állam a maga eszközeivel, elsősorban a törvényekkel, kvázi. Kényszeríti a polgárait, kényszeríti a rossz kerülésére és a jóra. Míg az egyház az emberek szabad akaratára igyekszik hatni. Az állam ezt nem tudja megcsinálni. Szabad akaratára, hogy hívei megváltozzanak és szabadon a jót válasszák. Ezt mindkét intézménynek, tehát ezt a különbséget el kell ismernie, és egymástól függetlenül kell működniük kölcsönösen és maximálisan, tiszteletben tartva a másik hatáskörét. Ez az állam és az egyház szétválasztásának az elve, a szekuláris állam, az evilági állam elve. No de, mi a helyzet az egyénnel? A keresztény ember és a hatalom Viszonyáról szóló bibliai álláspontot legmarkánsabban Pál apostol fogalmazza meg a Római Levél 13. fejezetének az első hétversében. Ezt most én felolvasom, így szól: Minden lélek vesse alá magát a felettes hatóságoknak. Nincs ugyanis hatalom, csakis Istentől. Amely hatalmak pedig léteznek, Azokat Isten rendelte. Aki tehát ellene a fölsőbségnek, az szembeszáll Isten rendelésével. Az ellenszegülők pedig ugye önmagukat vetik ítélet alá, mert a fejedelmek nem a jó cselekedetet büntetik, hanem a rosszat. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a fölsőbb hatalomtól? Tedd a jót és dicséretet nyersz tőle. Mert Isten szolgálja ő, már mint a hatalom, a te javadra. De ha rosszat tettél, féljél, mert nem színlelésből hordozza a kardot a hatalom, az állam. Szolgálja ugyanis Istennek, hogy bosszút álljon büntetéssel azon, aki rosszat cselekszik. Ez szerint tehát szükséges, hogy alávessétek magatokat, és nem csak a büntető harag miatt, hanem a lelki ismeret miatt is. Hiszen azért fizettek adót is, mert ők, tehát a hivatalnokok, Isten szolgái, akik ugyanazért fáradoznak, mint ti. <kül> Adjátok meg tehát mindenkinek, amivel tartoztok, akinek adóval, annak az adót, akinek vámmal, annak a vámot, akinek félelemmel, annak a félelmet, akinek tisztelettel, annak a tiszteletet. Eddig a szöveg. Pálapostól Krisztus után 58 körül nagyjából írta le ezt, amikor a római birodalomban Nero császár uralkodott, aki persze nem volt keresztény, de nem volt jó vagy erkölcsös uralkodó sem egyáltalán, ellenkezőleg. És mégis azt olvasom itt, hogy az állam maga az valami jó, vagy legalábbis szükséges dolog, amelynek a keresztény engedelmességgel tartozik. Az apostol Róma gyülekezetéhez, a Róma vegyes pogány keresztényekből plusz zsidó keresztényekből álló gyülekezetéhez intézte ezeket a szavakat. Már pedig az akkori Római állam, hát nem volt éppen barátságos, főleg a zsidókkal szemben, de a keresztényekkel szemben sem. Meró elődje például Claudius A császár a rómában lakó zsidókat, s persze velük a zsidó keresztényeket is, kikergette a városból kiűzte. És csak Claudius halála után térhettek. Vissza-oda. Tehát ez borzasztó. És ezen kívül pedig a, a zsidóknak az eredeti hazájában, a Szentföldön, hát a zsidók gyűlölték Rómát. Gyűlölték az őket elnyomó római államot, és ebben az időben már folyamatosan napirenden voltak a Róma elleni lázongások. Na most ennek dacára az apostol föntartja, hogy a keresztény engedelmességgel tartozik a felsőbségnek. No, hát mit mondjunk erre? Először is az, amit itt Pál leír, hát az nem egészen a reális helyzetet mutatja, például távolról sem mindig igaz, hogy az állam a rossz cselekedetet azt bünteti, és a jót megjutalmazza. Azért ez nem mindig van így. Szóval Pál egy ideális helyzetet vesz tekintetbe, ami ennek Isten szerint lennie kell ennek az intézménynek, az államnak. Hát lássuk akkor a részleteket. <kül> az alapelv egyszerű és világos. Rögtön ott van az első mondatban. Minden lélek vesse alá magát a felettes hatóságoknak. Felkiáltójel. Miért? Az indoklásban Pál két dolgot mond. Először is az, hogy legyen államhatalom, általában államhatalom. Függetlenül attól, hogy aktuálisan milyen az a hatalom, na ez Isten akarata. Nincs ugyanis hatalom, írja Pál, csak is Istentől. A másik mondat a konkrétan létező, akkoriban vagy ma vagy bármikor aktuálisan létező államokra vonatkozik, ezt mondja, amely hatalmak pedig léteznek, tehát ma, és holnap, és azokat Isten rendelte. A következtetés, aki tehát ellene szegül a fősőbségnek, Isten rendelésével száll szembe. Ez tehát az alap, a keresztény engedelmességgel tartozik a hatalomnak, az államnak, mert általában is az állam, és valamilyen értelemben konkrét adott formájában is az az állam az Istentől való. Engedelmesség. A görögben azt, hogy engedelmeskedik, azt két szó fejezheti ki. Van a hipakúó. Hipakúó, amelynek jelentése hallgat valakire, szót fogad, ez egy ilyen önkéntes, belülről fakadó engedelmesség, olyan, amikor az ember egyet is ért azzal, aminek éppen engedelmeskedik. Na de itt nem ez szerepel, hogy én egyet értek, nem? Hanem hangsúlyozottan a másik ige hipotasszó. Hipotasszó. Ami azt jelenti szó szerint, hogy alárendelődni, vagy alárendelni. Ez esetben nincsen szó arról, hogy az ember azonosulna egy-egy parancsal, mégis alája rendeli magát, mert megérti, Isten azt akarja, hogy legyen a felsőbb hatalom, legyen rend a társadalomban, legyen irányítás, az emberi kapcsolatok azok legyenek szabályozva. Ezt akarja Isten. De miért akarja? És ugye mióta van ez így? Mikor? És miért jött létre az állam, pontosabban annak valamiféle kezdete? A Biblia ö, szerint, a Teremtés könyv 9. fejezete szerint az állam csíráját Isten a vízözön után hozta létre. És ez a csíra nem volt más, mint éppen az ítélkezés jó és rossz felett. Az ítélkezésnek az elrendelése. Ez volt az állam csírája. Mert a vízözön előtt a Biblia szerint, a bibliai elbeszélések szerint, ugye, nem létezett, nem volt igazságszolgáltatás. Meg se törvény. Azért, mert ez a törvény előtti kor volt, a lelkiismeret kora, szóval nem volt állam. Lelkiismeretünkbe ugyanis bele van írva a törvény, a későbbi erkölcsi törvény lényege. Lelkiismeretünkben tudjuk, hogy mi a jó és helyes, és mi a helytelen. Tudjuk, tételes törvény nélkül is, hogy például lopni, ölni, házasságot törni, és így tovább bűn. Ezt mi így tudjuk. Isten pedig ráhagyta az embert, a Noé előtt erre a belső érzékére, a lelkiismeretre. Na de aztán egyre inkább kezdtek fölszínre törni annak következményei, hogy az ember természete az első bűn után úgymond megromlott, mert értsd, hogy bűnre hajlamossá vált. Ekkor a lelkismeret szava már nem volt elégséges visszatartó erő, erő a rossztól. Isten a vízözön elrendelése előtt kettő dolgot látott. Azt, hogy a bűn egyre szélesebb körben terjed, és végül, ahogy fogalmaz Isten a Teremtéskönyv 6. fejezet 13-as versében, a vége az lett, hogy a Föld egészen betelt erőszakkal, erőszak, farkas törvénye. Egy, kettő, pedig mélységében is tragikussá vált ezt látja Isten, hogy elérte az ember szívét, a középpontját a lényének, és az lett gonoszszá. Minden ember szíve gonosz, ifjú korától fogva ezt látta Isten. No, erre jött válaszul a vízözön, amely Noé és családja kivételével elpusztította ezt az ősi generációt. És utána pedig, mikor a vízözön levonult, akkor jöttek Isten ...nek a vadonat új rendelkezései, ezekre most nem térünk ki, csak a legfontosabbra, amely így szólt: aki embervért ont, annak ember által ontassék ki a vére. Vagyis mai szavakkal Isten elrendelte a földi, az emberi igazságszolgáltatás bevezetését. Vagyis, mivel ugye az igazságszolgáltatás csak rendezett formában, szabályozott keretek között lehetséges. Ezzel Isten létrehozta csírájában magát az államot. Ezt létrehozta. Szóval Isten az emberre bízta az ítélkezést a földön, hogy ne a farkas törvények uralkodjanak, hanem legyen a világban egy felső hatalom, emberi hatalom. Mert a rend, a rend, még akkor is, ha rossz, ha Istennek nem tetsző rend az, de mindenképpen jobb, mint az anarchia. Ez biztos. És ezt ma is látjuk olyan országokban, például Afrika néhány országában, ahol az államrendet többé-kevésbé szétverték, és akkor anarchia uralkodik, ma. És ezért írja Pálapostól, hogy az embernek nem csak Isten haragja miatt, hanem a lelkiismeret miatt is engedelmeskednie kell, még akkor is, hogyha nem ért egyet valamelyik felsőbb rendelkezéssel. Mégis engedelmeskednie kell lelkismerete miatt, mert ugye meggyőződése, hogy a hatalom, mint olyan, Istentől ered. Istentől ered. Ahogy Pál írja, az állam Isten szolgálja az ítéletre. Nem úgy akár, hogy ítélkezik Isten szolgálja az ítéletre, akkor is, ha nem tudja ez az állam. Amely még persze nem az utolsó ítélet, ami valóban egyedül Istennek van fenntartva. Na de, amikor az államhatalom megakadályozza, hogy az emberek egymás ellen forduljanak, és végképpen tönkre tegyék egymást, akkor ez az államhatalom mégis Isten akaratát hajtja végre. Úgy, hogy az embernek nincs megengedve, hogy lázadjon, avagy ellene szegüljön a hatalomnak. Az ember bírája Isten. Amikor ő átengedi neki a földi ítélkezést, a legsajátabb bírói jogának egy részét osztja le az embernek. Ez hatalmas dolog. Ám az emberi ítélkezés meg az isteni ítélkezés között van egy perdöntő különbség, és pedig két irányban. Az emberi ö, ítélkezés nem maga, el, maga a bűn ellen emel korlátot. Nem, hanem a konkrét egyes bűnös cselekedetet bünteti. A bűnös szándék, ha valaki például egész életében gyűlölködik, irigykedik, hazudozik, vagy akár gyilkos szándékokat melenget az ember társa ellen, szóval ez bűn. Isten szemében ez bűn, amit ő meg is büntet, ha az ember nem tart bűnbánatot. <kül> Az emberi bíró ellenben a bűnös szándékot nem büntetheti. A bűnös tervet nem büntetheti, csak a tényleges, lezajlott bűncselekményt. Ez az egyik. Másrészt, ha például egy gyilkos komolyan megbánja a tettét, bűnbánatot tart, bocsánatot kér, akkor azt el is nyeri Istentől Krisztus áldozatáért. Na most az ember ezt természetesen nem engedheti meg magának. Az ember nem teheti meg ezt, hanem a gyilkosnak, a tolvajnak, meg a bárkinek, aki bűnözött, bármennyire megbánta is, le kell töltenie a földi büntetését. Tehát ez egy, vagy inkább két nagyon éles különbség az emberi ítélkezés meg az isteni ítélkezés között. Minden lélek engedelmeskedjék a fölöttes hatóságnak, mondja Pál. A Biblia egészének tanúsága szerint, tehát ha az egész Bibliát nézem, akkor van itt egy átléphetetlen határ. Határ. A keresztény csak is akkor tartozik engedelmességgel a felsőbbség parancsának, ha ez a parancs nem ellenkezik a vallási meggyőződésével az embernek vallása tanaival ellentétes állami rendelkezéseknek vagy törvényeknek. <kül> nem csak, hogy nem kell, hanem kifejezetten tilos engedelmeskednie, tilos. Ugyanis az államhatalom az ember és ember közötti kapcsolatot szabályozza, de már az ember Istenhez fűződő kapcsolatát, azt nem szabályozza, abban nincs beleszólás, az semmi köze hozzá. Hiszen ahogy Pál a következő fejezetben mondja is, tehát a római levél 14. fejezet 23-asban azt mondja, ami nem hitből és meggyőződésből van, bűn az. Ez a lelkiismereti szabadság örökérvényű elve. Olyan elv, amit egyébként a vallások közül egyedül a zsidó-keresztény vallásban van meg, ilyen kimondott formában, tehát ilyen nagyon központi formában. Az államnak itt semmi keresni valója. Nincs, nincs. Sok példa van az ilyen vallási okból történt parancsmegtagadásokra a Szentírásban. A kivonulás könyvében például, amikor a választott nép Egyiptomban raboskodik, a fáraó sokalja a héberek létszámát, és azért megparancsolja a bábáknak, hogy minden héber fiú csecsemőt születésekor pusztítsanak el. Na most a könyv szerint, első fejezet 17-es vers, az istenfélő egyiptomi bábák azonban ennek nem engedelmeskedtek. Nem, hanem életben hagyták az újszülötteket. Vagy más. Dániel könyve harmadik fejezetében olvasunk arról a három héber ifjúról, akik Dániellel együtt a babiloni fogságban éltek. Amikor az uralkodó Nabukadne megparancsolta, hogy az ő államában mindenki boruljon le az ő arany szobra előtt, azaz Istenként imádja őt, hát akkor a három héberi fiú nem volt hajlandó erre. Nem teljesítették a rendeletet, a kilátásba helyezett halálbüntetés ellenére sem, és nyíltan megtagadták az engedelmességet. Hát így kell tenni egy hívőnek. Aztán még mindig a Dániel könyv hatodik fejezetében a perzsa méd, méd perzsa király mondjuk Dareios, Darius. Aki az egykori Babilon területén uralkodik most már, szóval ő emberi emberei tanácsára megtiltja, hogy a birodalom bármely lakója, ő rajta a királyon kívül más istenséghez imát mondjon. Hát Dániel persze, ennek nem engedelmeskedik. Ez egy Isten ellenes törvény, úgyhogy ő, továbbra is Jahvéhoz imádkozik, mire az oroszlánok vermébe vetik. Ám, ahogy az előbb a lángoló kemence nem ártotta a három parancs megtagadó Héber fiúnak, úgy az oroszlánok sem ártanak most Dánielnek. De az új szövetségben is vannak hasonló esetek. Az apostolok cselekedeteiben például amikor a hatóság kétszer is, a negyedik, meg aztán az ötödik fejezetben, szigorúan megtiltja Péter apostolnak, meg János apostolnak, hogy Jézus Krisztus nevében tanítsanak vagy szóljanak, hát akkor ők ilyen szavakkal utasítják ezt vissza. Azt mondják, vajon igaz dolog-e Isten előtt? Rátok hallgatnunk inkább, mint sem, hogy Istenre. Hát ugye nem, nem, ilyen nincs. Akkor ennyit már a kedves hallgatóim a keresztény ember és az állam hatalom viszonyáról. Két nagy kérdés ö, van még hátra, vár megválaszolásra. Az ugye most már világos, hogy miért van szükség államra, az állam intézményére a bűneset utáni emberiségben, és a keresztény miért tartozik engedelmeskedni, az állami hatóságnak. Kérdés azonban ezek után, hogy vajon tartozik-e engedelmeskedni az ember kifejezetten gonosz, embertelen, életellenes felsőbségeknek is, illetve hogy ilyenek egyáltalán hogyan jöhettek létre, és hogyan jöhetnek még ma is létre, olyasféle államok, mint a hitleri Németország, vagy Stálin, meg a többiek uralma. Hát ezeket is Isten akarta vajon? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés pedig, hogy miért van szükség arra, hogy az emberiség különböző nemzetekre tagolódva, tagolódva éljen. Hogy államra miért van szükség, láttuk, na de nemzetekre, azokra miért van szükség? Miért akarta ezt Isten, és akarja ma is? És vajon bizonyos-e, hogy a korunkban ö, előretörő globalista törekvések, a nemzetek megszüntetésére irányuló liberális kísérletek, az úr akarata ellen valók, kifejezetten ellene valók, súlyosan ellenkeznek Isten tervével. Hát erről lesz szó a következő alkalommal, dicsértessék a Jézus Krisztus, Dér Katalint hallották.